Te is szeretnél szalonminőségű körmöket? Hosszút, franciát, csillámosat, kövecskéset, színeset? De lehet, hogy nincs rá pénzed, vagy időd, vagy energiát, hogy órákat üljél a szalonba. Ebben a videóban megmutatom nektek az én titkomat, hogy hogyan van mindig gyönyörű, manikűrözött szalonminőségű körmöm. Mindez fillérekből, és gyakorlatilag 10 perc alatt. Na jó, 15. Hogyha szeretnéd tudni, hogy mi ez a titok, akkor gyere és tarts velem ebben a videóban. Szia, üdv újra a csatornán, nagyon örülök, hogy újra itt vagy velem. Ha még először jársz itt, akkor gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország egyik legnagyobb sminkiskolájában vagyok sminktanár, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán főként sminkkel, stílussal, divattal kapcsolatos videókat találhatsz meg. Úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor gyorsan meg is kérlek, hogy iratkozzál föl, nyomjál kis csengőcskét is, és így nem maradsz le semmilyen klassz új videóról. Köszönöm. Sminkesként a köröm kérdés az mindig problémás, hiszen nagyon sokat használjuk a kezünket, nagyon sokat vizezünk, mossuk az ecsetet, piszkos lesz, szóval folyamatosan mosni kell a kezed. Úgyhogy a köröm lakkozás az nálam felejtős, hogy úgy mondjam, mert a körömnek tényleg 2 nap alatt eltűnik a körmömről, lekopik, csúnya lesz, és már egy picit lepattogzott köröm is annyira nem esztétikus, hogy nem nyúlnék ilyen körömmel vendégekhez, tehát az, hogy valakinek az arcához hozzáérsz, ahhoz nagyon fontos, hogy szép és ápolt legyen a kezed, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg mindig szép, ápolt legyen a körmöm, szép legyen a bőr a kezemen, ne legyen kiszáradva, úgyhogy erre én nagyon nagy fókuszt helyezek. De hát ahogy mondtam, a köröm lakkozás az nem játszós nálam, nagyon szép magyarsággal beszélek. Persze lehetne egy natur rövid körmöm, az is teljesen okés, de azt meg nem szeretem. Úgyhogy ezért próbálkozom mindig azzal, hogy valami új, könnyű, gyors technikát találjak a körmeimre, arra meg, hogy egy szalomba beüljek 1,5 órára, hogy megcsináljanak egy műkörmöt, ahhoz nekem se időm, se energiám nincsen, arról nem is beszélve, hogy itt Svédországban borzasztóan drága minden szolgáltatás, a köröm is egy sima, egyszerű szalomba egy egyszínű körömnek az építése, az olyan 20 000 forint környékén van, tehát akkor még nem francia, nincs rajta díszítés, tehát tényleg csak egy full egyszerű, egyszínű körömről beszélünk. Én nekem ez kicsit fáj kiadni, tudjátok, hogy szeretek spórolni, viszont szeretnék szép körmöket, úgyhogy hát hogy oldjuk ezt meg? Mindig ez a kérdés. Már biztos láttátok, vagy nem tudom, láttátok-e a Karantén Manikűr című videómat, abban azt mutattam meg, hogy hogyan csinálok itthon géllakot, totál egyszerűen, tehát semmi faxni, nagyon egyszerű technikával, úgyhogy te a géllakot szereted, akkor nézd meg ezt a videót. Ebben a mai videóban inkább hosszabb körmökről lesz szó, tehát amikor nem a saját körmödet lakkozgatod, hanem mint tényleg egy normális műköröm. Na, hát hogyan lehet ezt elérni? A nagy titok az, hogy én nagyon szeretem ezeket az előre elkészített körmöket használni. Tudom, hogy mindenki úgy néz rájuk, hogy ó, hát ez csak 1-2 napig használható, mert utána lepattan, leugrik, elveszítjük. Hát ez nem így van, hogyha jól használod, hogyha jól csinálod, akkor 2 hétig simán fönt van. Jó, hát 2 hét után azért már elkezdenek leugrálni a körmeid, de én általában 2 hét után leszoktam cserélni. Amellett egyébként, hogy amikor a szalomban, hát nyilván csináltattam már műkörmöt én magam is, itt Svédországban is, de 2 hét után már annyira lenő, csúnya, nem szeretem, tehát 2 hét után már a szalonkörmökkel is küzdök, úgyhogy ezt meg csak simán lecserélem 2 hét után, és újra van egy gyönyörű körömszettem. Hozzá akarom még tenni, hogy ezt egyáltalán nem a körmösöktől szeretném elvenni a betevőt, hanem mindenki nyugodtan járjon körmöshöz, hogyha tényleg valódi, klassz műkörmöt szeretne, ha van rá ideje, ha van rá pénze, tehát abszolút azért a szalon körmök nyilvánvalóan minőségben azok a legjobbak, tehát ez nem is kétséges. Ez, amit mi itthon barkácsolunk, ez sose lesz ugyanaz a minőség, de
Számomra, megmondom őszintén, hogy ez vált be a legjobban, mert mindig szép a körmöm, tehát nincs lenőve, nincs letörve, amikor műkörmöm volt, sokszor letört egy kis darabka, akkor időpontot kérni, szóval nekem ez macerás, de nyilvánvalóan én egy speciális eset vagyok, a munkámból kifolyólag, de nekem mindig szépek a körmeim, engem sose látsz lepattogzott, letört körömmel, nekem mindig tökéletesek a körmeim, és ez ennek köszönhetően. Szóval én ezeket szeretem használni, ezeket a simán felragasztható kis körmöcskéket, és elmondom most nektek, hogy milyen fajtát használok, hogyan csinálom, hogy tartós legyen, hogy tényleg ne ugráljanak le minden második nap, és te is megcsinálhatod. Szóval utána néztem, és ez a Kiss márka, ez otthon is kapható, és szerintem ez a legjobb ilyen otthoni használhatós köröm márka. Használok másmilyent is, de szerintem ez a Kiss ez a legjobb, és nagyon sokféle változatban kapható, mindenkinek amilyet szeretne. Most megmutatom, hogy milyeneket használtam én, mert nagyon sok van már itthon, amiket kipróbáltam, úgyhogy nézzük is. Tehát, hogyha te szereted magadnak lakkozgatni a körmedet, akkor vehetsz egy ilyen sima tippet. Hogyha ilyen tippet szeretnél venni, akkor mindenképpen olyat vegyél, ami az egész körmöt elfedi. Tehát ne ilyet, szóval ne ilyet vegyél, mutatom, tehát amit itt csak a végére kell gyakorlatilag ráhelyezni a körömnek, ne ilyet vegyél, mert ezt nagyon gyorsan el fogod hagyni, hanem olyat vegyél, ami ilyen teljes köröm. Mutatom a különbséget, tehát látjátok, ez itt, ami csak a köröm végére való, ez a teljes köröm. Úgyhogy ezt vegyétek, ilyet. Ne az, ami ilyen félkörömre való, mert az borzasztó hamar le fog ugrani a körmötről. Miután ezt felragasztottad, csak simán, egyszerűen kilakkozod, nagyon gyorsan szárad rajta a körömlak, és nagyon hosszan is tart rajta, tehát nem kopik olyan könnyen, mint a saját körömről, úgyhogy akár ez is lehet egy jó megoldás, hogyha neked van sok klassz körömlakkod otthon, és szeretnéd őket elhasználni, akkor használd ezt. Tehát, hogyha te szereted a hosszú körmöket, az ilyen, ami úgy néz ki tényleg, mint egy szalon minőségű köröm, mutatom, tehát így néz ki, ilyen kis díszített, ez ilyen koporsó formájú. Mindenféle kövecskék vannak rajta, csillámocskák. Tehát, hogyha ilyet szeretnél, ezt úgy hívják, hogy gel fantasy. Ez is egy nagyon... Tehát ez tényleg olyan, hogy amikor fölrakod, egy az egybe úgy néz ki, mint egy szalonból jöttél volna ki. Tehát tényleg nagyon szép, a hossza is tökéletes. Majd beteszek ide képet, hogy jobban lássátok. Nagyon szép a formája, annyit kell csinálni, hogyha fölrakod, hogy egy picit a végét majd lereszelni. De van ilyen gel fantasyből fekete is. Fekete, és akkor van hozzá díszítőnek ilyen kis arany köröm, vagy arany csíkos. Millió fajtát lehet kapni, én most csak az alapfajtákat mutatom meg először. Tehát úgy díszíted, úgy variálod, ahogy szeretnéd. Tehát ez a gel fantasy. A gel fantasyt azt ragasztóval kell föltenni, mutatom is, igen, itt van. Tehát mindenképpen ilyen rózsaszínű ragasztót használj, mert ez egy rugalmas ragasztó, tehát rugalmasra szárad, és hát azért a körmünk rugalmas, kell, hogy legyen egy kis rugalmassága a ragasztónak is. Egyébként ezek a Kiss körmök azért nagyon jók, mert tényleg nem merev, hanem mindegyiknek van egy ilyen rugalmassága, úgyhogy ezáltal sokkal jobban tud a körmöthöz idomulni. Úgyhogy mindenképp rózsaszín ragasztóval használjad, ha nem ilyen van benne, akkor vegyél egy extra ragasztót, én azt javaslom. Egyébként lehet kapni, ezt is mutatom, ilyen akril nude, tehát ez is egy francia, de ilyen akril típusú kis körmöcskét. Ez egy másik márka, ez az, amit én most használtam, ez is egy francia, de lehet kapni sima franciát, és most azt nem találom, hogy hova raktam, de franciából is rengeteg félét lehet kapni, ezeket ezzel a ragasztóval használod. Majd el fogom még mondani bővebben lépésről lépésre, hogy hogy kell őket használni, csak előbb bemutatom a típusokat. És akkor, ami a leges-leges-legjobb cucc,
Ez a Kiss Impress. Látjátok? Mert hogy ez a köröm, ezen van egy előre felrakott ragasztó réteg, mindjárt megmutatom, és általában ezek az előre ragasztózott körmök, ezek borzasztóan gyenge ragasztóval bírnak, de nem így az Impress. Tehát ez tényleg lenyűgöző. Van rajta, nem tudom, hogy mennyire fogjátok látni, tehát ez így néz ki, látjátok, ezt így le kell szedni róla, és utána rajta lesz a ragasztó réteg, és majd azt fogod rányomni a körmödre, és elképesztően tartós, tehát tényleg ez 2 hétig meg sem mozdul. Nem hiszitek el, de ez így van, tényleg, elképesztő jó. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy hogy használod, úgyhogy ezt fogom most így elmondani neked. De hogyha nagyon biztosra akarsz menni, és mondjuk nem ilyen előre ragasztózott körmöt veszel, akkor pedig mindenképp ezt a rózsaszín ragasztót javaslom. Na, de akkor kezdjük is el lépésről lépésre, hogy hogyan lehet tartós, klassz manikűröd. Az első lépés nyilvánvalóan az, hogy ki kell manikűrözni, tehát szépen formázd meg a körmödet, nem kell levágni, minél hosszabb, annál jobb, mert minél hosszabb felületen érintkezik a köröm a műkörömmel, annál jobban fogja tartani. Tehát levágni nem kell, de szépen formázd meg az oldalait, nyomkod vissza egy kicsit a körömágybőrt, nem kell levágni, csak szépen told vissza, és egy ilyen kis bufferrel a tetejét egy picit próbáld meg megcsiszolgatni, csak ilyen nagyon finom bufferrel, de nem kell egy ilyen brutál smirglivel nekiesni a körmödnek, csak egy picit a felszínét csiszolgasd meg vele. A következő lépés az, hogy alkohollal, vagy amit én szoktam használni, az egy szemüvegtisztító spray, tehát gyakorlatilag zsírtalanítani akarjuk a körmünket, mert így jobban fog tapadni rá a köröm, és fogsz egy ilyen kis szilviát vagy papírtörlőt, és szépen így áttörlöd vele a körmeidet. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, mert ez fogja tartóssá tenni. Ezután szépen kiválasztod a körmeidet, mert ugye hát mindegyikben 20 darab van, különböző méretekben, úgyhogy a következő lépés az az, hogy kiválasztod, hogy minden egyes ujjadra melyik köröm lesz a megfelelő méretben. Mindig inkább egy kicsit kisebbet válasz, mint nagyobbat, mert hogyha nagyobb, akkor könnyen alálevegősödik, alácsurog a víz, nem jó, tehát inkább kisebb legyen a körmödnél, mint nagyobb. Nagyon fontos, hogy úgy találd meg a megfelelő méretet, hogy nem nyomod rá túlságosan a körömre. Mert hogyha túlságosan rányomod, és akkor lesz jó, akkor gyakorlatilag rá erőlteted a körmödre, és nagyon könnyen egy ilyen levegő buborék alakulhat ki a körmöd alatt, amitől nem lesz tartós. Tehát úgy jó a méret, hogyha pont amikor ráteszed a körmödre, anélkül, hogy nyomnád erőteljesen, úgy ráillik. Így is jobb, hogyha egy picikét kisebb, mint hogyha túlságosan nagy, de a legjobb, hogyha tökéletesen illik a körmödre. Na kezdjük is akkor az előre ragasztózott körömmel, mert ez a legjobb szerintem. Szóval, hogyha megnézed, van egy ilyen kis ficak rajta, ez a kis, így mutatom, hogy így jobban látod talán, ez a kis bigyó. Na ez a kis bigyó, ez mindig alul legyen. Ez nagyon-nagyon fontos, és szépen lehúzod róla, oké, lehúzom most neked róla, ezt így lehúzod, így, megfogod a körmöt, és szépen alátolod a körömágy alá, és rányomod, de nem csak úgy nyomod rá, hogy így, hanem úgy is rányomod, hogy így oldalról is rányomod, és fölülről is. Legalább 10 másodpercig nyomorgásztad ezt a kis körmöcskét, és így biztos, hogy rá fog ragadni. Tehát minden egyes felületét szépen-szépen nyomogasd rá, jó erősen, és egy olyan 10 másodperc után már tutira rajta is marad. Mit tegyünk, hogyha nem beragasztózott köröm van, tehát mondjuk csak egy sima ilyen, most ez egy ilyen francia köröm, amit mutatok. Nagyon-nagyon egyszerű, fogod a ragasztót, és szépen rányomod a körmödre. Tehát nagyon fontos, ne a műkörömre nyomjad rá,
hanem a saját körmödre rányomod, és a kis hegyével szépen végigoszlatod a körmödön, mindenhova jusson. Nem kell túl sok, ha túl sok, akkor sincsen nagyon nagy baj, majd elmondom, hogy mit kell csinálni akkor. Szóval szépen rárakod a körmödre, ezt ráteszed, és megint csak rányomorgatod minden egyes pontját, elől, hátul, oldalt, alul, tehát jó erősen legyen rányomva. Most ugye ezáltal a nyomás által nagyon gyakran így kipréselődik itt oldalt a ragasztó. Ilyenkor semmi probléma, megint csak fogsz egy ilyen kis Szilviát. Ez a rózsaszín ragasztó nagyon érdekes, mert szinte olajos hatású, amikor még friss. Nyomás hatására fog elkezdeni neked aktiválódni. Tehát nagyon könnyű leszedni akkor, amíg még friss. Tehát fogod ezt a kis Szilviát, és szépen így kifelé letöröl. Tehát nem a körömre rátörölgetjük, hanem szépen így kifelé letörlöd azt, amire nincs szükség, tehát ami kifoly. És nem lesz semmi probléma, nyomod továbbra is a körmödet, szépen, hogy mindenhol pontosan ráragadjon. Úgyhogy szépen ezt végigcsinálod az összes körmöddel, megvárod, míg megszárad, amikor fönt van, akkor így megmozgatod, megnézed, hogy mindegyik tutira 100%-ra ráragadt-e. Hogyha van olyan, amit érzed, hogy ez egy picit bizonytalanabb, akkor inkább szedd le, tegyél rá még egy kis ragasztót, nyom vissza, tartsd még rajta egy kicsit tovább, tehát hogy tuti 100%-ra mindegyik rá legyen jól ragadva. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ennyi energiát bele kell tenni ahhoz, hogy hosszú távon tartós legyen a köröm. Még egy nagyon jó tanács, mikor kezet mosol, utána különös tekintettel kell lenni a körmeidre. Tehát a víz az nagyon nagy ellensége a műkörömnek, főleg ennek a ragasztottnak, úgyhogy amikor kezet mosol, akkor a törölközővel mindig így töröld ki a széleit. Szépen így megtörlöd a széleit, hogy véletlenül se folyjon alá a víz. Tehát minél kevésbé vizesedjen a köröm, ez nagyon-nagyon fontos. Hogyha jól csináltál mindent, akkor nem fog alá folyni, de nem is, ezt én mindig megcsinálom, mert szeretném elkerülni, hogy a víz alá menjen, mert az csúnya dolgokat tud okozni, úgyhogy inkább töltök 2 másodperccel többet a fürdőszobába, és szépen így megtörölgettem a körmömet mindenhol, így, tehát ezt a részt, ezt a külső kis peremet, hogy ott ne maradjon benne semmilyen nedvesség. És gyakorlatilag ennyi, tehát tényleg gyakorlatilag ez egy max 15 perces feladat, tényleg egy sorozat alatt bőven meg tudod csinálni, és 2 hétig csodálatosan szép körmeid vannak. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni. Ha ideig velem tartottál ebben a videóban, akkor először is nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokáig velem tartottál. Másrészt pedig szeretnélek megkérni, hogy adj nekem egy kis visszajelzést. Szeretném látni, hogy hányan nézik meg ilyen sokáig, vagyis majdnem a végéig a videót. Úgyhogy kérlek szépen, hogy kommenteld be a komment szekcióba azt a szót, hogy műköröm. És akkor így látni fogom, hogy hányan jutottak el idáig, vagyis hogy érdekes volt-e a téma, és hányan tartottak ki majdnem a végéig. Ez nekem nagyon fontos, úgyhogy előre is köszönöm neked. Mert ennyi lett volna az, hogy hogyan kell fölrakni ezeket a körmöket, tényleg nem több 15 percnél, lehet, hogy az elején egy kicsit többet szöszmötölsz vele, de megéri. Míg azt így a végére hagytam, hogy hogyan lehet leszedni ezeket a kis körmöket, erre is van több lehetőség, több variáció. Az első az, hogy szépen, mint ahogy a körmösnél, szépen befóliázod, tehát ráraksz egy kis vattapamacsot, mi ez, nem alkohollal, acetonnal, bebugyolálod, és szépen leoldódik, és aztán leszeded, de megmondom őszintén, hogy hát lehet, hogy ezt most a körmösök megköveznek, hogy mit csinálok. Én csak alá szoktam nyúlni egy ilyen kis fém eszközzel, és szépen lepattintom az egészet, és ennyi. Szóval nem szoktam vele nagyon variálni. Azért 2 hét után már eléggé meglazul a ragasztó is maga, szóval annyira nem... szerintem annyira nem tesz rosszat a körömnek, én így szoktam csinálni. Hozzáteszem, egyáltalán nem puhította meg a körmömet, nem lett tőle gyengébb, sőt, annyira erős a körmöm, annyira, nem tudom, lehet, hogy azért, mert nem éri annyi behatás, de nagyon-nagyon erős tényleg, és egész hosszú is, hozzáteszem. Én egy napot szoktam levegőzni hagyni, tehát általában szombat reggel leszedem, és akkor este rakom föl az újat, és akkor hagyom egy kicsit így levegőzni a körmömet.
Hát biztos kérdezitek, hogy miért van még miért nem lehet egyszerűen csak zselés lakot használni, vagy akármi. Én azért is nagyon szeretem, mert nekem a körömágyam az nagyon picike, tehát eleve a szép kezem van, én úgy látom, és a szép ujjamnak a végén van egy ilyen kis pöcsnyi köröm. Szerintem baromi hülyén néz ki, úgyhogy én ezért szeretem ezeket a hosszabb körmöket használni. Hát nem mindig van nagyon hosszú, ez például most nekem írtóra tetszik ez a kis finom francia köröm, de van, amikor ezeket a nagyon extrém hosszúakat is szoktam használni. Hát igen, ez már egy kicsit nehézkesebb ezzel élni, de a szépségért mindent, így van. Szóval látjátok, ez azért már egy kicsit hosszabb. Én mutatom így is. Szóval ezért ez már így hosszabbka. Na, de mindegy, megint túl sokat beszélek, aztán megkapom kommentbe, hogy mennyit dumálok már megint. Úgyhogy, ha tetszett nektek, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, hogyha úgy érzitek, hogy másnak is hasznos lehet, akkor mindenképpen osszátok meg. Egyébként meg köszönöm, hogy velem tartottatok, és megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!